Üdvözlet mindenkinek, sziasztok srácok, én Dániel vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, és most ebben nem más lesz, mint a fagyos hűtőket fogjuk lecsekkolni veletek együtt a Minecraftban! Srácok, és akkor nézzük is meg, hogy mi van a chestünkben, de hát a szokásos, ez már megszokhattuk. Itt tart velünk szokásosan a kiskutyánk kis, és menjünk szépen be akkor az első rózsaszín hűtőbe. Nem engednek be minket, értem? Jó, rendben van, kop, haló, engedjetek be, jó, oké, beengedtek, ott egy chest. Ebben van valami izé, na várjatok, ház, ennyi van belírva, hogy ház, itt éppen nem kell egy házat, vagy mi van? Engedjetek már be, nem tudom, ki van itt, de jó, köszi szépen, na, szerintem itt egy házat kéne nekem építeni, legalábbis ez tűnik úgy reálisnak, hogy gondolom, hogy ez lesz a feladatom, de nem tudom, remélem, hogy valaki megjelenik, az segítekem. Jó srácok, én ezt nem fogom túlzásba vinni, ne haragudjatok, csinálok egy nagyon-nagyon kicsike kis alapházat, nem hiszem, hogy az megvan szabva, legalábbis nem volt nagyon megszabva, hogy milyen ház legyen, és mekkora ház legyen, szóval én megépítek egy full alapházat, lehet, hogy ronda lesz, ne kövezzetek meg tényleg, de hát ez van. Jó, itt lesznek szépen így az ablakok, valaki izé felgyújtották a házunkat, srácok, na várjatok, ezt így nem szabad, ezt eloltjuk. Jó, ide rakunk ugye így mindenhova egy üvegeket, meg gyors ezt ugye így befejezzük ezzel. Eléggé kicsit sázikó, de hát jó lesz ez nekünk, tökéletes lesz ez, gyors így befejezzük, szépen így körbeépítjük, és szerintem ez egy tökéletesen elfogadható háznak úgymond, de nem tudom, hogy mondjuk ez ki fogja így ért, jó, mondjuk ezt így eléggé ronda lenne, ezt azért nem így fogjuk megcsinálni, na várjatok. Tetejét befedjük, még ide is rakunk egy kis lépcsőt. És srácok, hát ennél szebb házat én még soha nem láttam. Még van egy kis kőkerítésünk, ezt így ide így mit tudom én így körbefedjük. Gyönyörűen néz ki, hát ennél jobbat senki nem tud szerintem csinálni. Nagyszerű, meg vagyunk a házban, srácok, gyönyörű lett tényleg. Na most mi a következő tehendő? 10 per 10 8, ó, 10 per 8-at kaptunk, srácok, egész jó. Egész jó, én rosszabbra számítottam, na de mindegy, akkor én ezeket ide lerakom, és most tovább mehetek, vagy nem tudom. Srácok, megkaptuk a kulcsot, na, királyság, jó, akkor menjünk tovább. És vagyunk, és a következő, itt megint építenünk kell, és ez egy autó lesz, óha. Hát nem tudom, hogy egy autót hogyan fogok én így ebből összehozni, de majd meglátjuk. Hát jó, akkor mit tudom én, itt lesz a kettő kereke szépen, ez lesz szerintem egy túl nagy építmény, és így mit tudom én, na várjatok, ezeket így nagyon nem kéne elrontani. Itt lesz így maga a kocsi része, nagyon szépen is, az ott mi? Ott van Csigusz adja nekünk ezeket a feladatokat, szia Csigusz, hello veled, tényleg nem tudom, mikor találkoztunk, de azt hiszem, hogy rég találkoztunk. Üdv és hello, hogy vagy? Én eddig folytatom itt a kocsit, amíg ő írogat, mondjuk ez egy így elég elrontottam szerintem. Jó, hát ezt én így valahogy így fogom kialakítani, szerintem ide is szépen rakok egy ablakot, ez így nagyon jól néz ki, királyság, mert még itt az oldalát így mondjuk így lefedem, azt ennyi. Nagyon király, itt lesz szépen így a kocsi eleje, ezt is csodálatosan megcsináltuk, hát ez nem éppen egy kocsira hasonlít, de mindegy, elfogadjuk szerintem. Szia Dani, hát igen, rég találkoztunk, de látod, a sors újra összehozott minket, amúgy semmi sok, gondoltam, adok neked pár apró feladatot, úgyhogy remélem jól fogsz teljesíteni, hát én is remélem, hogy jól fogok teljesíteni, meglátjuk, na mi a véleményed a kocsimról, mondja Csigusz. 10 per, igen, 6, hát nem tudom, én többnek néztem, na mindegy, köszönöm szépen akart. Menjünk is tovább, és nézzük meg, itt megint építeni kell, na itt mit kell csinálni, kutya, ó, kis, gyere szépen, téged foglak most megépíteni, gyere szépen, kis. Így is van, ide szépen pózolj be, és mindjárt megépítjük, kis rácok. Na srácok, nem tudom, hogy kéne megépítenünk, mit tudom én, itt van így kis, itt van a kettő lába, elletünk mi a Csigusz, hallod, mondjad, mit, ne, akar én megölni, Csigusz, ne léci, hagyj békén, ne, nem akarok meghalni, ne, Csigusz, ne, kérlek, ne, könyörgöm, ne, jó, oké, jó, ne trollkodj, figyelj, én csak megépítem gyors kist, és aztán én lépek, jó, tényleg csak ennyi, ha, hát nem volt vicces, Csigusz, én ezt nem élveztem, jó, egészen jól állunk, szerintem gyors, megpróbálom a lehető, ne, Csigusz, ne, ütögess ki, jó, nem érdekel. Te, izé, de... Csigusz! Halló? Csigusz! Nem már! Hallod, ez nem! Ilyet nem szabad! Hadd építsem már meg, így is annyit szenvedtem, hallod? Nehogy már még te itt trollkodj engem, miközben én próbálok építeni egy kutyát! Jó, oké, itt lesz szépen a feje, itt lesz a kettő szép szemet, tökéletes, én kész is vagyok!
Istenem, srácok, szerintem tökéletes. Csigusz, tetszik? Ezt te komolyan gondoltad? Hát hallom, most nem azért, de fly nélkül mit építsek? Tökéletes, engedj tovább, könyörgöm. 10 per, igen, 2, tökéletes, nem számít, hadd menjek tovább, léci. Ne, ne, nincsen kardom, hogy jöjjön meg őket, Csigusz? Ne izéljen már, ne szivatgass engem, itt hallod? Tökéletes kutya, úgy néz ki, mint egy kis kutya, nem látod? Ott van a két szép szeme, két szép lába, ott van a farka. Mi más kell egy kutyának? Fly nélkül nem tudom jobbra megcsinálni, hagyj békén, engedj tovább, léci. Jó, odaadta nekünk a kulcsot. Ó, Istenem, srácok, bocsi, ennyi telt tőlem, de hát, hogyha nem ad fly... Ezzel nem érsz el semmit, Csigusz, köszönöm szépen. Na, meg is vagyunk, és kivittük, kaptunk egy gyémánt kardot, kaptunk 2 OP almát, nagyon király, legalább ez is egy új küldetés volt, az ilyet még nem láttam. Gratulálok, jó voltál és jó volt újra látni, hát én is örülök, hogy újra találkoztattunk, Csigusz. Bár az a túlsó építményed undorító volt, hát köszönöm szépen, ez nagyon-nagyon tényleg példamutató tanács vagy vélemény. De minden, sok sikert, még találkozunk, szia, Csigusz, csak léci, vigyél már ki, mert én nem tudok kijutni, köszi. Kinesüljünk, srácok, és akkor menjünk is a következőbe, ami a kék fagyos hűtő lesz, és ez egy... Falmászás, ez egy falmászás, mert tényleg eléggé régen volt ahhoz képest, pedig régen emlékszem, mennyit izéltem, sírtam miatt, hogy mindig csak falmászás, és mennyire idegesítő feladatok is tudnak ezek azért néha lenni, de nem probléma, megpróbáljuk. Ó, az első az eléggé könnyedén végigmentem, hány darab van? 3 darab ilyen falmászás kell kivinni, ami annyira talán nem is lehet nehéz, hogyha nem jönnek ide ilyen zombik, meg ilyenek, akik engem meg akarnak majd ebbe akadályozni. Légy szíves, zombik, jó, oké, de fel, oké. Feljutottunk, nagyon királyság. Jó, és oké, és meg vagyunk ezzel is. Győzike! Mi a... Skeletonok! De mi? Találkozunk Győzikével először, és miért vannak itt a Skeletonok? Jó, be kell vennem egy OP almát, srácok, mert nagyon erősek ezeket a Skeletonokat, gyors le kell vernünk, mert ezek miatt nem fogjuk tudni szét, kivinni a izét, kivinni a következő feladatot, de most nem ér, Győzike, halljátok, Győzikével találkoztunk, na ez viszont tényleg király, ővele még tényleg nem találkoztunk, és ez most így, na, de erre kíváncsi leszek. Jó, ez az utolsó Skeleton, ez már annyira nem lesz nehéz, alapból érdekel, hogy vajon Győzike gonosz lesz velünk, jó fej lesz, ismere egyáltalán, vagy így mit keres egyáltalán, itt az is azért eléggé durva lesz, hát nem tudom, majd kiderül. Jó, oké, ezzel itt így meg vagyunk lent, jó, mindjárt szépen mehetünk tovább, mondjuk ez, ez nagyon nehéz, srácok, ez most itt oldalt nagyon nehéz lesz, itt folyton le fogunk tudni esni. Jó, oké, és ezt kéne valahogy, jó, oké, megcsináltuk, királyság, mehetünk tovább, és itt, ujjaj, vasgólemek, jó, ezeket nagyon nem kéne megütnöm, mert különben egyből nekem fognak támadni, nagyon-nagyon jók vagyunk, srácok, nagyon jók vagyunk idáig, mit dobál erő, mi az méregpotit dobált rám, Győzike, úristen, jó, ne, ezek Győzike, nem már. Jó, a vicseket meg kell ölni instant, srácok, nagyon gyorsan meg kell ölni a vicseket, a pigmeneket meg nem szabad megütnöm. Nagyon ne, miért támad meg? Miért támadott meg a pigmen, mindjárt meghalok, úristen, ne, könyörgöm, nagyon-nagyon sok van, úristen. Jó, ezeket meg kell ölnöm, nagyon, jó, oké, nem nagyon tudok ölni. Nem nagyon tudok ölni, srácok, na, oké, királyság, jó, ezeket meg nagyon gyorsan le kell. Izélnem, jaj, 4 HP, jaj, nagyon erősek ezek. Nagyon-nagyon erősek, amikor megdobnak engem ilyen sebzéspotikkal, meg ilyenek, jó. De hát csak egy darab van, jó. Hú, ezzel is meg vagyunk, ez azért tényleg már a vége eléggé nehéz volt. Hát Győzike, hello, veled még nem találkoztam, beszélgessük már, szia. Amúgy közben nyereményemet kiveszem, és jó, kaptunk OP almákat, meg kaptunk izéket, gyémánt blokkokat, meg amúgy a sok izét, blokkot, amivel építenem kellett, azt én kirakom, mert úgyse fog már szerintem kelleni. Szia, Dari, mi még nem találkoztunk, de örülök, hogy ez beteljesült ma, jó voltál, hát köszi szépen. Én is örülök, hogy beteljesült, mert tényleg nem gondoltam volna, hogy veled így találkozok, de akkor királyság, veled is találkoztunk végre. És további sok sikert, én léptem, jó rendben, csak léci, te is vigyél ki majd az elejére, mert nem tudok itt visszamenni. Meg még látlak, cső, szia! Jó srácok, kivitt minket, nagyon király, akkor menjünk be az utolsóba, ami a zöld fagyos hűtő lesz, ez is érdekes lesz, ez biztos. Menjünk is be a zöldbe, és ez ilyen jumpokkal lesz, talán nagyon királyság, ez mi? Itt van egy fehér cucc, srácok, ezekbe általában benn szokott bújni egy karakter, de na jó, mindegy, megmerem nézni. Nocs. Ne, az nocs volt, ezt láttam, srácok, nem hiszem el, miért kell, nocs, az nagyon izé, az nagyon beképzelt szokott általában lenni, és mindig arra megy, hogy engem szivasson, és mert hogy ő megteheti, és ő ezt élvezi meg minden, de aj, de nem várom, hogy ő itt szivatgasson engem, főleg a jumpos résznél. Jó, oké, itt van, szia, ne, köszi, kedves vagy, ne,
Ne! Nocs, ne! Léci, ne! Miért? Miért? Nocs, ne már! Ne, ne, ne. Jó, tessék, Tomi, tessék. Haha, én is megszivattalak, haha. Jó, de ő fel tud. Ó, de jó, hát persze, hogy most így mérgéből elkezd tüzet okádni. Nagyon köszönöm szépen, Nocs, tényleg nagyon jó fej vagy. Köszönöm, köszönöm. Nem, nincs benned egy kicsi olyan érzése, hogy egyszer segíthetné nekem kivinni a mapot, vagy bármi. Jó, van, nagyon király, hát remélem, hogy nem nagyon tervez engem tovább szivatgatni, főleg, hogyha nem esek le magamtól. Jó, jó. Okés, 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 jó. Jaj, könyörgöm, Nocs, kérlek, ne bánts, könyörgöm, ne íjazz, mert látom, hogy íjazni tervezel is, leesek magamtól, ez az, taps nekem. Jó, visszatépézett minket ide, köszönöm szépen, csak kérlek, kérlek, ha már visszatépéztél, ne íjazz, Nocs, léci, ne már. Visszavisz minket szerintem oda, mellé vittél, megint mell, jó, oké, felrakott minket ide. Nagyon király, csak légy szíves többet. Ne legyen szivatás, de én magamtól leesek, srác. Nagyon béna vagyok. Jó, jó, jó. Nem rossz ideig. Jó, oké. Majdnem leestem, mert belém villámozott. Léci, Nocs, legyen egy kis emberi, nem tudom, valami együttérzésed. Légy szíves. Jó, jó, jaj, de jó. Jaj, de jó. Könyörgöm. Léci. Ó, oké, fed ilyenkor bebírok. Aj, de befette az egészet, ha várjatok. Jó, ott csak bebírok ugrani. Léci, miért ütött ki? De ez csalás, nem érdekel. Oké, bebírunk menni, na. Jó, kivittük srácok ezt az utolsó mapot is. Nagyon remélem, hogy most nem fog, vagy nem akar bosszút állni, vagy bármi. De mindegy, én ezt így jogosnak érzem, amit most csináltam. Szia, Nocs, szia, hello, legyen béke, könyörgöm. Tia, Dani, hát mivel tilos a csalás, ezért nem. Mondom, hogy béke, de ez nem volt csalás. Hát befetted, én meg felépítettem most, ez miért volt csalás? De viszont ugye soltágrat, majd még, gondolom, hogy találkozunk, hát én is remélem, hogy találkozunk, vagy inkább nem, de mindegy, remélem, hogy találkozunk, persze. Találkozunk, ifjú tanítvány, én léptem, ó, a tanítványának hívott engem, Nocs, akkor ennek örülök. Na, Nocs, köszönöm a találkozást, és léci, vigyél ki majd, köszi. Na srácok, nagyon szépen köszi, itt voltatok ebben a videóban, hogy tetszett, ugye csapostok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjátok meg a csengőt, ugyanezt szerintem meg a második csatornámmal is, a komment szekcióba írjátok le, hogy tetszett a videó, és mi tetszett benne, vagy esetleg milyen videókat szeretnétek még látni a csatornán. És ja, találkozunk legközelebb, és mindenféleképpen találkozunk legközelebb. Sziasztok! Van egy nagyon fontos feladatom a számotokra, srácok. Nyomjátok meg a like gombot ennél a videónál, nyomjátok meg a feliratkozás gombot, és nyomjátok meg a csengőt ugye a videó mellett, és a leírásban található linkek közül nyissátok meg a Twitch csatornámat, kérlek szépen, és hogyha esetleg nincsen Twitch jó fiókotok, akkor regisztráljatok, vagy ha már van, akkor kérlek titeket, kövessetek be ugye Twitchen is. Mostanában itt található majd többféle stream is, nem csak Minecraft, másféle játékokkal is fogok játszani. Ez nagyon-nagyon sokat jelent nekem, szóval remélem, hogy ezt meg fogjátok tenni. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!